korosztályom, meg akik utánam tőlem 10-15 évvel idősebbek, akik már egyetemet is végeztek, előbb-utóbb arra döbbentek rá, hogy nem tudják, mit játszanak az unokák. Hiszen az unokák már ülnek a tévé előtt, úgy születnek szinte, hogy olvasni nem tudnak, de a gombokat ráérzésre megtalálják, és most a virtuális világban sok minden utolérhető, segít a kapcsolattartásban, az emberek közöttiben, ezért úgy gondoltuk, hogy fontos az idősek számára is megnyitni ezt a világot, különösen azok számára van értelme, akiknek gyermekei, unokái távol tőlük laknak, határon belül vagy határon kívül, mindegy. Akik egyébként is lassan mozgásukba korlátozottak, már nehezebben indulnak el messzi útra, de barátaik nem itt élnek, akkor hogyan lehet interneten kapcsolatot tartani? Levélben, Skype-on, és mi egy ilyen minimális csomagot adunk, alapot, hogy ne férjenek bekapcsolni a gépet, tudják, mire használható, és főleg arra igyekszünk megtanítani, amire ennek a korosztálynak szüksége lehet. Kis levélszerkesztésre, egyebekre is, ne gondoljanak arra, hogy most azt várjuk el, hogy Excel táblázatokat szerkesztenek, vagy olyasmit, amit egy fiatal tesz, hanem azt, ami a napi életben a nyugdíjas korosztály számára most már a 21. században nélkülözhetetlen. Ahogy az öreg költő mondta, idősödő korában Sándor bácsi, azt mondta, hogy ami nincs az interneten, az nem létezik. Ezért hordjuk fel a kultúránkat mi is az internetre, hogy hozzáférhető legyen. Ez is egy cél, hogy hozzáférhető legyen a magyar kultúra, a könyv, minden, ami esetleg őket érdekli, a film, akár azokból a korosztályokból is, amikor ők voltak fiatalok. Egy magyarországi alapítvány támogatásával hirdetjük meg immár másodszor, és hogy milyen nagy igény van rá, 30 főre kaptuk az engedélyt és a támogatást, de miután a főiskolának és a felnőttképzési központ vezetőjének, Váradi Natáliának olyan nagy a szíve, hogy nem tudott ellenállni, ezért 50 főt fogunk oktatni, azaz egy csoport helyett 2-t, és a másik csoportot már a főiskolának kell kigazdálkodnia. Ezért ingyenes csak.